Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit abból az alkalomból, hogy folytatódik a Székesfehérvári Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályának küzdelem sorozata. A tavaszi szezon első fordulójában járunk, és az Alba Liga első osztályában a piros-fekete mezes Sárépszer Kft. És a sárga-kék mezben játszó Fehérvár Sped csapatainak mérkőzését látják. Ez a két csapat tulajdonképpen így a masszív középmezőnyhöz tartozik, illetve ahhoz próbál talán fölzárkozni, hiszen hetedik helyen található a Sárépszer Kft. És kilencedik jelenleg a Fehérvár Sped. Tehát a sárga mezesek vannak hátrébb a táblázaton, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy pirosak az esélyesebbek, hiszen a két csapat őszi első fordulóbeli mérkőzését például a Fehérvár Sped nyerte 4-2-re. Elkezdődött tehát a mérkőzés, és az első lövés, amelyet láttunk, Arany Dávidtól szállt el, elég jelentősen a kapu mellett. A Fehérvár Sped találkozóját az őszi utolsó fordulóból szintén láthatták a televízió nézők, hiszen akkor a Boáron homeopátia ellen játszottak egy meglehetősen mozgalmas jó kis meccset, és kaptak ki végül 4-3-ra. Összességében a Fehérvár Sped talán egy kicsit csalódást keltő őszt produkált, bár tavaly még a másodosztályban szerepeltek, úgyhogy mindenképpen lehet azt mondani, hogy nem is számítottak a szezon favoritjának. De annál a három győzelemnél, ami összejött, nekik talán többet reméltek. Hozzá kell tenni, hogy a Sárépszernek is három van, csak a két csapat közti különbséget mindössze az adja, hogy egyel több döntetlent játszott a Sárépszer Kft., a Fehérvár Sped pedig egyel többször kapott ki. Bedobás után jönnek a sárga mezesek és egy szerelés, amely után sarokrúgás következhet. Horváth Attila elől tisztáztak. Krajcsovics Péter, ő friss szerzemény a Fehérvár Spednél. A kapuban, a Sárépszer Kft. Csapatában az a Hán Gergő, aki amúgy mezőnyjátékos lenne, hogyha megérkezett volna időben a kapusa az együttesnek. Ugye ezt a mérkőzést csütörtök este 7 órakor rendezik, a felvételünk szempontjából rendezték, és hát ami mindenképpen megjegyzendő, miközben egy nagyon szép elfutás, Arany gurítja vissza a labdát, és hát nem a kapuson múlt, hogy ebből nem lett gól. Wachtler Gábor szerezhette volna meg a vezetést a harmadik percben. Tehát ez a 19 órási kezdési időpont, ez általában nem annyira szokott tetszeni a csapatoknak, hiszen hát a legtöbben azért munkából érkeznek, és még a család és egyéb teendőket figyelembe véve is nem mindig éri, de mindenki, mert mindenki tudja úgy alakítani a programját, hogy teljesek legyenek a csapatkeretek. A Sárépszer Kft.-hez is jelezték, hogy majd mérkőzés közben érkeznek még meg benevezett játékosok. Egyelőre éppen annyian kezdték a meccset, ahányan még játszhatnak, tehát csere nélkül, de mondom, ez alig, hanem változni fog, ha valóban megérkeznek a késők. Egyelőre egy nagy helyzet a meccsen, amit a piros mezesek hagytak ki. Most pedig Krajcsovics csúsztatta ki a labdát, és jöhet a Sárépszer bedobása és lövése. Kapásból Fodor Krisztián lőtt fölé. Ott pedig már Szelecki Béla veszi le a labdát, akire azért érdemes figyelni, mert 11 góljával a mezőnyben játszók közül ezen a mérkőzésen messze a legtöbbet szerezte ősszel. A háló csak azért rezdült, mert a kapu mögé került a labda, és onnan érintette. Nincs tehát továbbra sem gól a mérkőzésen az 5. percben. A Szelecki 11 gólos a Fehérvár Spedben, és a vele hasonló poszton szereplő őt majd alig, hanem időként váltó Fekete István a második legeredményesebb, tehát center pozícióban jó igazából a Fehérvár Sped. Szelecki most éppenséggel hátra segít ki. Horváth adta el a labdát, és ebből majdnem aranyhoz került. Arany. Nem jutott el a társhoz, így azonban még lehet lövés.
Biztos megérezte Horváth Tamás, hogy levágódott róla ez a meglehetősen nagy erővel meglőtt Varga Jenő lövés, de már újra a Sárépszernél a labda. Még egyet tór rajta, aranyhoz ki az oldalra. Szépen végig játszott akció. Szabó Lajos, a Fehérvár Fred kapusa lábbal hárított, de mondhatjuk úgy is, hogy lábbal lőtték, itt pedig már Szelecki az ellentámadásból egy mozgalmas fél perc végére tesz pontot. Arany. Egyelőre nem kellett bizonyítani a Hánnak, a vészkapusnak, hogy játékosként, mezőnyjátékosként is megállja a helyét. Szépen végigért ez a támadás, és csak a lövésig nem jutottak el. Ez pedig Horváth Tamás vette le, Szelecki át a túloldalra, ahol Krajcsovics érkezett volna. Nem jutott azonban el egészen odáig a labda. Bedobás. És egy nagy kapáslövés, az erejével nem volt gond, de hát ha három kaput tesztek egymás mellé, az még akkor is mellé ment volna. Az Alba Liga első osztályának őszi szezonja után a bádogos Gréco Petrol áll az élen a táblázaton, 28 ponttal a nagy rivális Döcöst előzve meg, 3 ponttal, és ugyancsak 3 pont az előnye a Döcösnek a harmadik helyen található Masterplast előtt. Ez a három csapat esélyes igazából a bajnoki címre, hiszen mögötte a negyedik Ring BNP-nek már 6 pont lemaradása van a bronzérmes pozícióhoz képest. Horváth Kettő és Kovács játékvezető tartja kézben egyelőre gond nélkül a mérkőzést, 7 perc telt el, és jöhet a szabadrugás. Szelecki visszateszi, nagyon pontos akció végén megvan a gól. Krajcsovics Péter szerezte, és ezzel vezet a Fehérvár Sped. Ez egy erősen begyakoroltnak tűnő szabadrugás variáció volt. Szelecki nagy lövést imitálva gurította le, és a befejezés is pontos volt. 4-2 volt a két csapat őszi mérkőzésének eredménye, ahogy már említettem, a Fehérvár Sped javára. Szépen adogatnak most a piros mezesek is, Varga Jenő. Változatlanul nagyon nyugodtan vezetik a játékvezetők, bár két ember is földre kerül, de sem ide, sem oda nem szólt a sír. A támadó csapat nyilván büntetőbe reménykedett. Szelecki veszi merre a labdát. És a második gólt is Krajcsovics szerzi. Eléggé belelendült, az imént még volt egy nagy lövés, ami mellé ment, most azonban egy perc alatt két gólt is szerez, és már 2-0 a Fehérvár javára, Fehérvár Sped javára. Ebben is benne volt azért Szelecki Béla, aki most előkészítőként jeleskedik. Támadóan lépett fel a meccs elején a Sárépszer Kft., de itt most hátul a védelmi kihagyásoknak drága ára volt, úgyhogy két gólos hátrányban, persze még nagyon a meccs elején járunk. Ugye 2x25 perc a mérkőzés idő, jelenleg még az első 10 sem telt el ebből. Tőke le tudja fejelni, és ez sem sokon múlt. Centikkel ment el a kapufa mellett, úgyhogy meg lehetett volna a harmadik gól is Horváth Tamás révén. Nem tehetett a gólokról Hán Gergő. Varga. Csattant volna ott egy boka, Arany tovább, és kapja vissza, ballal lövi el. Varga hátra, Wachler oldalra, Mayer Dávid, Arany, Fodor Krisztián, Mayer, Horváth Attila tisztázott, úgyhogy ráadásul marad a labda a Fehérvár Spednél. Varga Bélát!
10 perc telt el a mérkőzésből. Szelecki, aki 11 gólt szerzett, hogy említettem az őszi szezonban, általában nagyon jól fogja meg a pozíciót ott a kapu előtt, és fordul aztán kapura. Erre úgy figyelnek az ellenfelek, de látjuk, hogy arra is képes, hogy magát kicsit kivonva a játékból, a többieknek teremtsen területet, helyet, és akár passzolja meg őket. Most pedig hátul tartja meg jól a labdát Szelecki. Ez is egy higgadt csel, Horváth Tamás, jó az összjáték Rácsovicsa, szépen folyt lábról lábra, tőkéhez azonban nem jutott el. Több jó góllövője van a Fehérvár Spetnek a statisztika alapján, mint a Sárépszernek, hiszen Szelecki mellett, ahogy már mondtam, Fekete István 6 gólos, Horváth Tamás, Orosz Attila 5-5 gólos, míg a másik oldalon a 7 gólos Osgyán Máté és a 6 gólos Fodor Krisztián vezeti a házi góllövő listát. Csak hogy Osgyán egyelőre, bár beírták a mérkőzés jegyzőkönyvébe, még nem érkezett meg, úgyhogy a legeredményesebb játékosa nélkül próbálkozik a Sárépszer. Hánnak kellett korrigálni, miután rossz helyre rúgta a labdát, de szépen megtette Krajcsovics lövése után, aki úgy látszik mester hármasra hajt. Krajcsovicsnak, aki már 2 gólt szerzett, egyetlen találata sem volt az ősszel, de hát nem is nagyon játszott. Wachter lövését blokkolták, és most ő dobhatja be a labdát. Szép mozdulat, Fodor Krisztián lőtt fölé. Krajcsovics, ez büntető. Elvitte a labdát a kapus mellett. És a 2 gólos Krajcsovics egy büntetőt is kiharcolt, sőt, úgy látom el is végezheti. Meg lehet tehát az a mester hármas, amennyiben a vészkapus Hán Gergő nem tudja hárítani ezt a büntetőt. A szabály szerint a mezőnyjátékosoknak a félpályáig kell visszamenniük a büntetőnél. Na nézzük, 13 perc elég lehet ahhoz, hogy valaki mester hármas szerezzen. Hát biztosra ment. Ezt az erővel meglőtt labdát talán egy igazi kapus sem szedte volna ki. 3-0-ra vezet már a Fehérvár Sped. Az őszi meccsükön is volt 3 gólos játék, és akkor Szelecki lőtt 3-at a Fehérvár Sped 4 góljából, Horváth Tamás pedig 1-et. De ezt a 4-et lehet, hogy már most az első félidőben eléri a Fehérvár Sped, akkor csak 1-1 volt a félidő. Úgy látszik, hogy azért nagyon megérzi a Sárépszer a hiányzókat. Ráadásul hátul is sokkal jobban zárnak a sárga mezesek. Hán. A 3 gólos különbség ellenére sem lehet azért azt mondani, hogy eldőlt volna a mérkőzés, hiszen kis pályán nagyon gyorsan történhetnek váratlan események vagy fordulatok. Itt van például egy újabb lehetőség. Egyelőre igazából az adódó kisebb helyzetek kihasználásában van különbség. A ordító zicsere nem volt a Fehérvár Spednek sem, de a lehetőségekkel jól élt. Fodor. Igen, hát a lövés is hiányzik, általában inkább tovább passzolják még egyszer a piros mezesek, akikhez időközben azért megérkeztek, úgy látom, a várt tartalékok, tehát valóban, ha a 7 órási kezdésre nem is, de úgy 4-8-ra kiegészül a keret. Többek között a már emlegetett
7 gólos házigól király Ozsgyán Máté is bevetésre vár. Egy kis pályán ritkán látható emelt labda, nem is volt jó. Wachtler próbálta így megtalálni a társakat. Viszont kapuban úgy tűnik, hogy maradni fog Hán Gergő, mert nem érkezett pótlás erre a posztra. Most is az ő kezében a labda. Ezt megérezte Krajcsovic, ő vitte el a labdát, miután az ellenfél Varga levette, és aztán utóbbi szabálytalankodott. Brázik Balázs és Ozsgyán Máté a két megérkező cserejátékos. Egyébként a Fehérvár Sped sem dúskál a cserékben, ami azt illeti, így oldalra nézek. Ha jól látom, egy bevethető tartalék. Levágódó szabadrugás után akár helyzet lehet a másik oldalon. Kicsit magát is kicselezte Majer, de azért eljutott végül lövésig. Tőke bólintja ki a labdát, Wachtler. Majer. Nagy védés Szabótól. Higgadt kapus, kicsit letérdel és a kezét otthagyva hárít. Persze lehet mondani, hogy megint nem volt eléggé helyezve a labda. Azért az egyértelmű is már a Sárépszer is szerezhetett volna gólt. De hát 3-0-ás Fehérvár Sped vezetés áll a táblán. Két ember is ott maradt, szerencséjük volt most a piros mezeseknek, mert Szelecki nem biztos, hogy látta az érkező Horváth Tamást. Egyelőre egyik oldalon sem volt csere. De már a 18. perc is lejárt. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy ez az első félidő, ez a Fehérvár Sped előnyéről fog szólni. Na most érkezik akkor Ozsgyán a pályára, majd meglátjuk, hogy mennyi változást hoz az ő belépése. És még egy frissítés. Hármassal Mrázik Balázs is beállt a Sárépszerbe. Szelecki, szép játék, és egy higgadt gól. Hát mester 3-as után megvan a mester 4-es. Elképesztően hatékonyan játszik Rajcsovics. 19. perc és 4-0-ra vezet a Fehérvár Sped. Nem lehet azt mondani, hogy gyengültek volna Rajcsovics csapatba állításával. Hiába telik el két gól között úgy egy-egy periódus, hogy tulajdonképpen a Sárépszer van inkább fölényben. Változatlanul rettentő hatékonyan játszik a Fehérvár Sped. Hán Gergő kalandozik előre, teljesen üres a kapu ennek megfelelően. Alapvetően persze ő is mezőnyjátékos, ami ebből a lövésből is látszott. Lehet, hogy kockáztatnia kell a Sárépszernek, bár azért még nagyon sok van hátra. Ez pedig csatártársról vágódott le ez a lövés. Három győzelmet adott mindkét csapat össze, ahogy mondtam. A Sárépszernek 2, a Fehérvár Spednek 1 döntetlenje van. 5, illetve 6 vereség, de hát most, hogyha ez a mérkőzés a jelenleg táblán látható állapot szerint a Fehérvár Spedé lesz, akkor megelőzi ellenfelét a táblázaton pontszámban 2-vel. Ozsgyán, elkezdték azért tesztelni a labdát a piros mezesek, korábban inkább csak gurigáztak, most már lőnek is rendesen. Ez így egy szép összjáték, higgadt a csel. Megint a kapus lába a végállomás, most már több nagy védése is volt Szabónak. Varga Jenő csinálta meg jól a cselt, jobb volt, mint amilyen a lövés lett aztán.
Ozsgyám. Varga. Ez is jó. Majer cselezgetett középre, és nem is ért hozzá sárga mezes, úgyhogy jöhet a Fehérvár sped. 4-2-re vert az első fordulóban a Sárépszert a Fehérvár sped, utána viszont három mérkőzésen keresztül nem tudott nyerni, és az Alba Csavar, ami a mezői leggyengébb együttese elleni 8-3-mal jött ki egy kicsit ebből a gödörből. A Pelszotult tudta még legyőzni a Fehérvár sped ősszel. Varga. Brázik. Labdája pattal Lehán. Kevesebb mint 4 perc az első fél időből hátra lévő idő. Egy szabadrugást kiharcol most a Sárépszer is. Varga Jenőnek léptek oda. A Fehérvár sped első gólja ugye egy ilyen begyakorolt szabadrugás figurából született. Meglátjuk, hogy van-e másik oldalnak-e ilyen a tarsójában. Mert kaput találni azért ott a sorfallal szemben nem olyan egyszerű. Persze a megfelelő rúgó technikával meg lehet próbálni. Szabó egy kicsit kijebb helyezkedik a kapus, mint látjuk. A többiek próbálják a passzokat levédeni. Azért volt szabad ember, olyan nagyon higgadtan, nyugodtan. Csak mint amikor a közlekedési rendőr az irányt mutatja, úgy tette ki a kezét Szabó Lajos, és lejött róla a labda. Nem tudom, hogy valójában milyen reflexe van, meg kicsit a lomhának tűnik a kapus, de eddig még elakadtak benne a labdák, úgyhogy panasz nem lehet rá. Hogy nyugodtnak nyugodt, az biztos. Ozsgyám. Hán. Megint minden létező játékos azon a térfélen. Ennek megfelelően óriási is a tömörülés, azért valahogy bejutott középre. És Krajcsovics a 4 gólos tisztázott ezúttal a saját kapuja előtt. Krajcsovics ezzel a terméssel azonnal már negyedik a házi góllövő listán, pedig eddig nem volt neki. Brázik, Hán. Kevesebb mint 2 perc az első fél időből. Ozsgyán is megpróbálkozik egy lövésre, de nagyon nagy a tömörülés. Itt nagyon észték kell lenni, mert Szelecki azért lecsap a labdára, hogyha eladják. Krajcsovics ment volna, a többiek mutatták neki, hogy nem kell rohanni. Hát ezt az első fél időt tényleg sikerként könyvelheti el a Fehérvár sped, amelynek most jó esély mutatkozik megszerezni negyedik győzelmét a szezonban. Elég magabiztosan hozták tavaly a másodosztályban a csoportjukat, és jutottak föl aztán ide az elsőbe. Azért mondom, hogy ehhez képest lehet, hogy kissé csalódásként élték meg az őszt, de most megint jól indítják a szezont. Szelecki veszi merre most, ahogy ő igazán szokott, kapunak háttal jól tartja meg a labdát, aztán viszont rossz helyre passzol. Szabó Lajos jön ki a kapujából. Ez a sarokrugás még mindenképpen belefér az első fél időben. Oldalhálót lőtt Ozsgyán. Megismételt kirúgás után Szeleckit keresik a labdával. Aztán ő próbálja elvenni Vaktertől. Varga oldalra, Krajcsovics. És ez a vége az első félidőnek, amely 4 gólt hozott, mind a 4-et a Fehérvár sped, és mind a 4-et Krajcsovics Péter szerezte. Így aztán 4-0-ra vezetnek a sárga mezesek 25 perc játék után. Meglátjuk, van-e akkora fordulat a mérkőzésben, amekkorára most a Sárépszernek szüksége lenne. Hát egészen konkrétan legalább 4 gólos fordulat kellene, ami azért nem volt benne a játékukban az első fél időben, bár a most is a labdát kirúgó Szabó Lajos néhányszor védett nagyot. Hán Gergő a másik oldalon pedig inkább csak kiszedte a labdát a kapujából, nem mintha ő tehetne a gólokról.
Horváth Tamás. Wachtler előzte meg Szeleckét. De lendületes sárépszer támadásoknak nem voltunk hiány, csak a hatékonyság hiányzott belőle, és most megvan a szépítő gól, elég hamar, az első percben, a második félidőben, így aztán talán még lehet itt csoda. Ezt a gólt most Wachtler Gábor szerezte egy kipattanóból. Ezúttal elhagyta szerencséje Szabó Lajos, bár itt is védett egyet még előtte. Négy egy. És hát mondhatjuk, ha az egyik csapat tudott négy gólt rúgni az első fél időben, akkor rúghat a másik is a másodikban. De valóban elsősorban a helyzetek kihasználásán kell javítani a sárépszernek. Mert a kapuja eddig is oda jutott. Jön az átadás a túloldalra, Osgyán kanalazza vissza, Krajcsovics indul belőle, annak nem szokott jó vége lenni a sárépszer szempontjából, de most elveszíti a labdát a négy gólos játékos. Horváth Tamás próbálja visszaszerezni. Tőke. Változatlanul csere nélkül a Fehérvár SPED. Wachtler. Túloldalon van megjátszható társ, Majer. Fodor elengedi, jöhet a lövés. Levágódott Krajcsovicsról, Szeleckén egy kicsit taszítanak csak. Horváton egy kicsit nagyobbat, ezt sem vették most észre. Aztán Krajcsovics tette ki a kezét. Lehet, hogy itt most egy-két szabálytalanság fölött elsiklottak a játékvezetők, de hát mezőnybeli apró dolgokról van szó, ez még önmagában semmit nem befolyásol. Osgyán. Labdavesztés után a kapus kint a kapujából, és ezt megbünteti azonnal Horváth Tamás. Megint négy gól van közte, 5-1-re vezet a Fehérvár SPED a figyelmetlenség után. Hát igen, a vészkapus Hán Gergő nem először kalandozott el. Jön fel egy kicsit mezőny fölényt is teremtve a sárépszer számára, de hát ebben benne van ez a veszély, amit az imént láttunk. Ez a kispályás futballban sem ismeretlen fogalom, hogy kockáztat egy csapat, még hogyha ez nem is aféle futszálos, megkülönböztető jelzéses vészkapuskodás, egyszerűen csak kijött a kapujából a kapus. Osgyán kifelé cselez, aztán visszafelé, de addigra érkezik keresztező ember. Krajcsovics, megint üres volt a kapu. Meg fogják ezt még próbálni néhányszor, ha látják, hogy hán ennyire kijön a kapujából. Nem tudom megmondani, mert nem láttam korábbi mérkőzéseit a sárépszernek, őszintén szólva, hogy amikor nem a kényszerkapus van, akkor is megkockáztatják-e ezt. Fodor. Megtartják a labdát, Krajcsovics. Szépen leteszi, és hán most visszaért, ez nagy mentés. De megint majdnem totálisan lekontrázták a sárépszert. Majer. Ez nagyon nyugodtan, higgadtan hozta el Horváth Attila a labdát. Összeállnak előtte. Arany. Osgyán. Felesleges volt rükközdie, Tőke elhozta, Szelecki befelé húz, lábán a labda, szép védés Hántól, nem ijed meg azért. Egy-két keményebb belépő most már azért volt a meccsen. Drasztikus közbe lépés még nem igényelt a játékvezetőktől. Megint kifelé cselezett, ezúttal Majer, ami nem volt a legjobb döntés szerintem. Arany. Hopp, átcsúszik. Nem akármilyen szerencséje volt most Szabó Lajosnak, mert amúgy nagyon rosszul nyúlt a labdához, de azért ahhoz elég jó, hogy lelassuljon és úgy vánszorogjon át a lábai között. Nem volt bent. Hán laposan.
bedobás lesz. 5 perc eltelt a második fél időből, egy-egy gól mindkét oldalon ebben a játék részben. És így összességében 5-1-re vezet a Fehérvár Sped. Osgyán. Ezúttal megfelelő helyen biztosít a kapus. Fodor, Varga, Fodor vissza Vargához, eddig szép játék. A Csel is higgadt és nyugodt, már a büntető területen belül. Nem érkezett. Lécet igen, de onnan bevágódik, úgyhogy Fodor góljával 5-2 az állás. Fodor Krisztián a gólszerző. Meglehetősen tumultózus jelenetek voltak ott a büntető területen belül. Hát nincs gólhiány ezen a mérkőzésen. Majer. A második félidőben már nem úszta meg azért a sárépszer rohamait a Fehérvár Sped, és hát ez csak költői kérdés, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk az elsőben nem olyan hatékonyan használja ki lehetőségét a sárgamezes csapat, mert játékban nagy különbség nincs. De azért, mint látjuk, megint teljesen föladja a hátsó alakzatnak a védekezését a sárépszer, megy előre mindenki, gyakorlatilag csak a kapust hagyják a saját térfelükön már, amikor egyáltalán, és ebből azért még aggódhatnak kellemetlenségeik. Ezért most nem kap büntetőt a Fehérvár Sped. Hán szedi föl végül a labdát. Arany. Ó! Oh! Ahhoz képest, hogy milyen kevéssel ment mellé, nagyon nyugodtan nézte Szabó Lajos. Persze ő nyilván érezte, hogy nem kell vetődnie, meg amúgy sem szeret. Varga. Igen, komoly, kemény bokacsattanás volt. A játékvezető szabadrugást ítél. Nem volt ott a labda, de a mezőnyben valaki nagyon odalépett Fodor Krisztiánnak. És két sárga lapot is kioszta a játékvezető, ami kettős kiállítást jelent. Fodor Krisztiánnak kell elhagyni az egyik oldalon a pályát, és Krajcsovicsnak a másikon. Mind a kettőt kiállították, nem érti Krajcsovics, hogy őt miért. Érdekes, mert a szabadrugást ugye a sárépszer kapta, tehát elvileg a sárgák szabálytalankodtak. Krajcsovics azt mondja, hogy nem ő volt. Hát lehet, hogy nem ő volt, de valaki azért ott odarúgott. Az más kérdés, hogy Fodor is kapott egy sárgát. Hát páros kiállítás így. Na mindegy, hogy most már tulajdonképpen a történet szempontjában nincs jelentőség, hogy kiket küldtek le. A lényeg az, hogy mindkét csapatból egy-egy játékost. Nem sikerül Majernek elhúzni a Szabó mellett a labdát. Még nagyobb terület van most a támadók előtt. Hán szedi föl Horváth lövése után. Igen, mozgalmas a második félidő, az első se volt persze unalmas. Most lenyúlt Szabó. Látszik, hogy olyan fajta kapus, aki nagyon-nagyon próbál tartózkodni a túlzott testmozgástól. De ha egyszer egy-egy kinyúló kézzel lábbal odaér, akkor minek? Olyan nehezen állt föl ezután a félvetődés után. Attól kellett tartani, hogy lejár a sportorvosi a közben. De hát nem kell valakinek ugrabugrálni ahhoz, hogy jól védjem. Osgyám. Egy pillanatra létszám fölény volt, aztán viszont egy túl húzott csel, amibe kicsit beleléptek szabálytalanul, talán nem a cselbe már, hanem utána Osgyánnak, Horváth Attila, de alapvetően felesleges szabálytalanság volt. A labdát már elvesztette volna a támadó. Nem sokára lejárnak azért ezek a kiállítások. Majer, Hán, Osgyán, Varga. Sarokrúgás jön. És jöhetnek vissza kiállítottak, ha nem is kéz a kézben, de együtt a pályára. 10 perc telt el a második fél időből. Szabóban újfent elakad a labda.
Hát 5-2-re vezet a Fehérvár, sped ugye 4-0-ás félidő után. Lehetne még ennél is szorosabb. Ozsgyánhoz a legúrított labda. Kicsit sokáig tartogatja, törvényszerű, hogy végül elveszíti. Aztán szabálytalankodik. Az első fél idő nyugodt volt ahhoz képest, hogy most azért már vannak tüskék rendesen. Szelecki. Ez is meglehetősen kemény szerelési kísérlet volt hátulról. Jöhet érte a szabadrúgás. Hetedik perc. Horváth és Hán véd nagyot. Horváth Tamás lőtte ezúttal. Krajcsovics. Ilyen sok gól, tehát ötöt eddig egyetlen egy mérkőzésen tudott rúgni a Fehérvár sved, amikor az Alba csavart verte 8-3-ra. Egyébként 4 volt a legtöbb, ami egy mérkőzésen sikerült. Most még lehet több is. Majer lövése megy el keresztbe. Meg-meg kísérlik a kint kószáló kapus mögé juttatni messziről is a labdát. Fehérvár sped játékosai egyszer már bejött, hogy elvették, és üres kapuba tudtak betalálni. Arany. Hán. Nagyon labda biztosnak kellene, de hát mezőnyjátékosként megvan neki, viszont most megint elveszítette. Hát ez nem a legjobb orosznak, és Hán visszaér. Illetve nem orosz, hanem Krajcsovics volt, elnézést, aki szerezhetett volna újabb gólt. Varga Fodortól kapta volna vissza, és jut el aztán végül is majdnem megint Fodorhoz. Szabó. Jól vette le Varga az erősen rádobott labdát, aztán a Phoenix csarnok alacsony szerkezetével szembesülhetünk. Ozsgyán. Krajcsovics. Visszakapja. Majer. Számított a lövésre Szabó Lajos. Majer az egyik legaktívabb sárépszer játékos lett itt a második fél időben. Hán. Ozsgyán. Pattalhatott volna akár veszélyesebben is a labda. Lassan az utolsó 10 perc kezdődik majd a mérkőzésen. 5-2-re vezet a Fehérvár sped. Egyértelműen az első fél időben alapozta meg ezt a magabiztos előnyt, hiszen a másodikban több gólt lőtt a sárépszer. De hát ezzel együtt is egyelőre komoly hátrányban. Arany Dávid fordul le jól. Ha eljutott volna Vargához, vagy ha a keresztező Krajcsovics lábáról inkább a kapu felé pattan, akkor lett volna igazi veszély. Hanik hátra. Volt erő a lövésben. Ozsgyán. Fodor a hosszú oldalon. És Szabó szedi fel végül a labdát. Majd jöhet Szelecki felé az ívelés. Azonnal fordulna kapura. Han. Majer. Varga. Arany.
Ozsgyán, nem lő mondják. Megcáfolta, mert lőtt, már hogyha szó szerint nézzük, a veszélyes lövésnek azért nem volt nevezhető. Szelecki, neki sincs gondja az erős labdák levételével. Aztán Krajcsovics veszi el Fodortól. Ozsgyán, aki egyelőre nem tudott betalálni házi gól királyként. Ahányos a meze, annyi gólt szerzett ősszel, hetet. Arany még hitt benne, hogy ővé lehet ez a labda, a többiek mintha nem annyira hittek volna. Horváth Tamás futott túl a labdán, de talán igazságosabb a szempontjából azt mondani, hogy Szelecki mögé passzolta. Ozsgyán, ez egy pontos átadás. Majer. Arany. Jókor léptek bele a paszba. Fodor, csőrrel. Jöhet a bedobás kézzel. Kőkeményen állja a lövéseket Szabó. Szelecki, szép megoldás. Megint kint kószált a kapus. Nem volt elég magas a ívelés. Majer. Ozsgyánnak egy labda. Ez a levétel nem volt tökéletes. De Arany még középre rúghatja. Ketten is akadályozták benne. 43. perc. Az 50-ből, most már nagyon sürgős lenne a Sárépszernek, a szorossá akarja tenni a végét. Lövés meg volt hozzá. Kapura legalább annyit lő a Sárépszer is. Még hogyha nekik nincs is üres kapujuk hozzá, mint sokszor a Fehérvár Spednek a másik oldalon. Majer. Ott nem nagyon tanácsos labdát veszíteni. Hán. Jól látta meg Aranyt. Mi nem volt kint ezek szerint? Arany. Krajcsovics. És nézi, merre veszi. Igen, elegánsan, persze más megoldás nem létezett. De Hán Gergő ezt nagyon jól oldotta meg. Fodor ment volna érte. Horváth Tamás, Szelecki. Elveszik tőle. Arany. Ez most utat talált a lábak között, csak a kapuba nem. Érthetően nem a Fehérvár Spednek sürgősebb a dolog. Horváth csúsztat, hely! Ilyet is ritkán látni, hely mással szúrnak ki a piros mezesek. Krajcsovics szépen tartja meg a labdát. Még az a csel is jó, közben mintha egy kis kézimunka is lett volna az ellenfél arcán. Vissza egy, ezt most Ozsgyár, és egy nagyon elegáns és pengés megoldás Horváth Tamástól. Marad az 5-2. Vakler is újra a pályán, aki a Sárépszer első gólját szerezte. Majer szerezhetett volna egy újabbat. Szép átadás. Hát ez a fejes egy kicsit Messit idézte, aki a kihagyott 11-es után csúsztatott így mellé a Bajnokok Ligájában legutóbb. Kijön a labda, és aztán kimarad az ittszer. Pedig hát ajtóablak. Vakler emelte túl egy kicsit ezt a lehetőséget. Megint nála van. De most van előtte védő is, mennyivel egyszerűbb lett volna az előbb berúgni üresből. Ozsgyán. Hát az talán túlzás, hogy lehetne már döntetlen is elvégezett, a másik oldalon is kimaradt, ez az. De a második félidő sokkal kiegyenlítettebb játékot hoz, sőt megkockáztatom, itt már inkább azért a Sárépszer volt fölényben. Persze azért nem elhanyagolható, hogy 4-0-ás Fehérvár Sped előnyről indult ez a bizonyos második játékrész. Varga. Már akkor letérdelt Szabó, amikor Varga még csak gondolkozott rajta, hogy lövi. Aztán egy nagy kidobás, ami után felszabadító fejes lesz Fodortól.
5 perc van hátra. Rajcsovics. Belelőtte saját csapattársába. Ezzel pedig már Majer indul. Kellett egy kis idő a Sárépszernek, mire fölvette a meccs fordulatszámát. Varga. Elfordul a kapus. Neki volt igaza, nem kellett ezt végignézni közelről. Rendszeressé váltak az ívelések most a Fehérvár per játékában. Elhelyezkedték magukat a védők időközben. Majer teljes súlypont áthelyezést hajtott végre, de nem tudta kibillenteni az ellenfelet. Ez meg Osgyánnak is hosszú, nem csak a kapusnak. Hát lehet, hogy ezzel megy el aztán végleg az esély, hiszen most már kevesebb, mint 4 perc van hátra. 3 gólos előnyben továbbra is a Fehérvár per, és hát a Sárépszer alig, ha nem leszámolhat azzal az illúzióval, hogy pontszerzéssel kezdi a tavaszi szezont. De hát így indult, mondom, a két csapat viszonylatában az ősz is, hiszen azt a mérkőzést is a Fehérvár SPED nyerte meg, aztán mégis egyel több pontot gyűjtött a szezon feléig a Sárépszer. Az biztos, hogy nem ez a két csapat dönt majd érmekről és helyezésekről, legalábbis hát a jelenlegi helyzet szerint, hiszen a mérkőzés előtt a Sárépszer 11, a Fehérvár SPED 12 pont hátrányban volt a dobogóhoz képest. És hát az első három helyezett csapat, a Bádogos, a Döccös és a Masterplast valóban egy kicsit kiemelkedik a mezőnyből. A Döccös Masterplast meccs lesz amúgy ebben a fordulóban, de elhalasztották kedre, ezért is nem ezt mutatjuk meg önöknek. Itt egy ívelés, és nem sokkal megy mellé. Saját térfeléről szerezhetett volna a gólt Horváth Attila. Szóval rögtön az első forduló egy nagy rangadó, amelyen a Masterplast pontszámban, ha nyer, akkor utolérheti a Döcöst, és üldözheti tovább a Bádogost. Meglátjuk, hogy alakul. Most már nem az a cél, hogy mindenáron gólt szerezzen a Fehérvár SPED, bár jönné ilyen értelmű instrukció is, ha már megvan a labda és üres a kapu. Krajcsovics, az szép lövés volt, még ha nem is elég pontos. Az utolsó 2 percen belül járunk. És még lehet azért egy szépítés, főleg így, hogy a kapus beadásra számít. Így megvan a gól, Wachtler megint a gólszerző a 49. percben. 5-2, kérdezik tőle, hogy így akarta-e, teljesen mindegy. Ez azért a kapusé volt. 5-3. A második félidő egyértelműen a Sárépszeré, így sajnálhatják azt az elszúrt elsőt. Meg hát persze azt is, hogy ugye üres kapus gólt kaptak a kapus kóricálása miatt, de hát ez a taktika kockázata. Még van hátra egy kis idő, Fodor, ő is megpróbálkozik egy lövéssel. Azért ezt azt hiszem már ki fogja bekkelni a Fehérvár SPED. Viszont így épp úgy 2 gól van a két csapat között, mint ősszel, akkor 4-2 volt, most 5-3. Hán dobja még előre a labdát, ketten ott álltak, de egyiknek sem volt pontos. És hát persze nem sieti el most már a Fehérvár SPED a játék folytatását. Varga. Ez már az utolsó perc vége. És le is telt a játékidő. 5-3-ra győzött tehát a Fehérvár SPED a tavaszi szezon első mérkőzésén, és ezzel megelőzte vetétársát a táblázaton. A 4-0-ás első félidő sok mindent eldöntött, utána már csak kapaszkodott és közelített a Sárépszer. Köszönöm a figyelmüket Pintér Norbert operatőr kolléga nevében is, és hát kellemes futballtavaszt kívánok, hiszen kezdődnek kispályán, nagypályán is a meccsek. Itt a Fehérvár televízióban is, viszontlátásra!